Akkor nézzétek, itt van még egy vasúti épület. Na, ez viszont biztos, hogy bontva lesz. Sőt, nem biztos, hogy bontva lesz, mert lehet, hogy összedől addig magától is. Hát ezt nézzétek. Nem semmi. Megnézem még a másik oldalát is. Hát, ha valahol be lehet menni. Mondjuk itt is be tudnék mászni, de szerintem be lehet itt az ajtó felől is menni valahol. És ezt nézzétek, itt még van egy régi rakodó is. Szóval úgy néz ki, mint egy élő állat rakodó. Ez még lehet, hogy árulaktár is volt. Na, nézzük. És igen, így néz ki az épület oldalról. Ja nem, ez nem élő állat rakodó volt, csak melléképület. Ilyen disznóval, meg tyúkol, meg ilyesmi. Én majd óvatosan lépkedünk, mert ki tudja, mi minden van még itt a ebben a nagy gazba is. Hát ebből nem sok maradt, és ráadásul pont arról süt a nap is, de hát itt meg szintén volt valami ilyen előtető, vagy sajnálom, ami már beomlott. Hát a berendezésben ennyi maradt. Ez volt egykor az előszoba, na nézzünk csak körül. Hát, van egy sezlony matrac, hogy egy ilyen sezlony heverő, meg két ilyen régi bőr fotel, hát ott viszont leesett egy talap, hát itt ez a nádfedeles, vagy ilyen szalmás tetőse, valami a célos, hát ennyi, hát jó, beljebb nem megyek, ott volt egy kályha, egyébként ott van a kályha csőnek a helye, hát nem is nagyon érdemes beljebb menni. Hát itt a födém sincs olyan állapotban, hogy ezzel bármit. És a különböző közérdekű közlemények. Meg a vasúti geng. Jó, hát akkor kifele. Megnézem még ott az elejét, bár nem hiszem, hogy bármi érdekeset is találnék. Itt a másik oldala. Hát ez az, amit tuti biztos, hogy bontani fogják, ha egyszer a felújítás elérdik ők. Ezt nézzétek ott a... Onnan is a kékeket lehet látni. Hát mondom, ez az épület csak akkor kell kerülni el a lebontás, hogyha addig összedől magától. Na, van itt még egy bejárat, ezt még megnézem. Pince is van, de oda biztos, hogy nem megyek le. Egyrészt nincs mér, másrészt meg ki tudja, hogy ott mi vár, meg hogy mennyire biztonságos. Itt van egy lépcső is az emeletre. Mondjuk ez még elég masszív, ezeket annól jól megcsinálták, ezeket a régi lépcsőket. Szerintem ez van a legjobb állapotban itt minden. És ott volt egy... fürdőszoba talán, ez meg a konyha lehetett. Ez lehetett a fürdőszoba. Aha, ott van a fürdőkárt helye, ott meg a bojlernek a helye. Na, itt van a lépcső. Hát... nem tűnik nagyon rozogának. Hát azért nyilván... idővasfoga nem kimélte. Hát... van benne valami. Ezért majd vigyázunk. Jó, és egyébként, ahogy öveges professzor mondaná, ezt senki ne próbálja ki. Azt akarom, és se semmi. És itt lehet felmenni a padlásra. Padlássoros terv. És látszik, hogy már a csedepek is ugye fogynak. Az pedig az állagromlást is mutatja, mert az öngerjesztő folyamat az ilyesmi, hogyha már nincsen esetleg minden esőnél, egyre jobban ázik át a fedém, a falak, minden, és egy idő után le fog szakadni. Hát itt is. Látjátok, a födém az már ott púposodik, tehát az...
az valószínűleg már meg sem bírna, meg már ott tiszta, átnedvesedett, meg korhadt az összes deszka, tehát a padlásra nem fogok fölmenni, mert biztos, hogy beszakadnék. Ez sem biztos egyébként már, hogy elbír. De talán ez még igen, ez még nincs annyira rossz állapotban. Na és akkor ezt nézzétek. Hoppá, na, már visszakaptuk a fókuszt is. Van itt egy ledőnytok. Na hát igen. És ott már a falon is luk van. Itt volt egy kályha. Jaj, hát itt pedig már... Na, így néz ki egy összedőlés határán lévő födém. Ez bármikor leszakadhat, úgyhogy ebbe a szobába be sem megyek. Ezek a régi lépcsők, ezek meglepően jól bírják. Egyébként hasonló volt a hatos vonalon, alcsút-felcsút épületnél, meg most Vértesacsánál is ugyanilyen lépcsők vannak. És a lépcső az szerintem az egyetlen, Vértesacsánál és a lépcső az egyetlen, ami egyben maradt. És simán járható marad, és egyébként Vértesacsán is, talán a lépcső az egyetlen, ami megmaradt az épületen. Na, jó voltosan az én akarban, de csak padlásra csak felnézek, szerintem be nem fogok menni. Hát igen, azt nézzétek. Szépen néz ki. A lépcső bírja. Az az egyetlen, ami bírja. És ezt így, hoppá. Hát egyébként itt már látszik, hogy csödepek se nagyon vannak. Hát ez itt bármikor beomolhat. Ez még azért elég masszívnak tűnik, de... Itt szerintem abba is adjuk a padlásolást. Akkor már hát azt belógatom ide nektek, de ennyi elég legyen. Ennyi legyen elég padlástúrból. Ráadásul ide jól föltámadt a szél is. Úgyhogy megyek is le, mielőtt ezért lámborítja a padlást.